Sziasztok! Újra itt a szemeszter. A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetben mi sem jelentkeztünk új adással, de most ismét itt vagyunk, és megmutatjuk, hogyan töltöttük az elmúlt heteket, kinek milyen stratégiája volt a karantén átvészelésére. Tartsatok velünk! Kezdjük Európa másik felén, Spanyolországban. A járvány berobbanása, a határok lezárása különösen azokat hozta nehéz helyzetbe, akik ösztöndíjasként ezt a fél évet valamely külföldi egyetemen töltik. Olérika például a spanyolországi Valenciában van. Ez Európában az egyik legfertőzöttebb ország. Rékával Galambos Renáta beszélgetett. Nem éppen úgy alakult az első Erasmusodat, mint ahogyan vártál, de mesélj egy kicsit a kezdetekről, hogy hogyan alakult, mikor érkeztél. Január 10-én érkeztem ide Valenciába, Spanyolországba, és valóban egyáltalán nem így terveztem az Erasmus utamat. Azonban az első két nap életem legszebb volt. Új embereket volt lehetőségem megismerni, új kultúrákat, rengeteget fejlődött a spanyol tudásom, az angol tudásom is. Úgyhogy tényleg nagyon boldog vagyok, hogy én ide kijöttem a kialakult helyzet ellenére is. És hogyan értesültél arról, hogy mi történik a világban, vagy mi történik ott, amikor betört ugye a korona? Igazából már hónapok óta lehetett hallani a híreket, amikor itt elrendelték a karantént, viszont senki nem vette komolyan ezt a problémát. Tehát nagyon érdekes volt egy olyan órán, hogy dokumentáció, azon az órán újságcikkeket elkezdtünk. Többek között olyan újságcikkeket is, amiben a koronavírusról volt szó, és ezeket az újságcikkeket úgy elemeztük, mintha ezek felfújt hírek volna. És aztán egyik napról a másikra minden megváltozott, ugyanis visszamondták a Las Fallas-t, ez egy valenciai ünnepség, mindenki azt várta, a spanyolok is, mi is, és akkor visszamondták, és akkor lehetett másolni, hogy valóban hatalmas a baj, ezek nem csak felfújt hírek, és pár napra rá pedig elrendelték a karantént, ami több mint két hónapig tartott. Most is tart egyébként, csak most már nem olyan biztos a szabályok. És az egyetem hogyan reagált erre, amikor ugye bevezették a karantént? Igazából a karantén előtt 2-3 nappal kaptunk egy e-mailt, hogy másnaptól nem kell menni iskolába. És akkor 2 hétig nem volt suli egyáltalán, és addig felkészültek a tanárok az online oktatásra. És hogyan zajlott nálatok az online oktatásra való átállás? Nálunk olyan volt, mintha jártunk volna iskolába, tehát minden egyes óránk meg volt tartva online. Részt kellett vennünk minden egyes órán ugyanúgy, mint előtte, ugyanis, hogyha nem veszünk részt az órákon, akkor nálunk 15-25%-ot lehet hiányozni az órákon. Azonban, hogyha ezt a limitet túlíted, akkor onnantól kezdve igazából már nem is kell órára járnod, mert megvan. Tehát ez ugyanúgy ment tovább, minden órára részt kellett venni, be kellett kapcsolni a kamerát, minden óra rögzítésre került, ezeket feltöltöttük utána az itteni Neptunus résznek meg felületre, de egyébként teljesen általános órák voltak, ugyanolyan volt, mint hogyha élőben lettek volna megtartva, úgyhogy szerintem nagyon jól megtartották. Neked hogy sikerült belerázodnod így az egész, nem csak az online oktatásba, hanem abba is, hogy mondjuk másik nyelven kell tanulnod? Hú, nagyon nehéz volt. Az angollal nem voltak akkora problémáim, mert azt már 15 éve tanulom körülbelül, hogy ezzel nem volt semmi problémám, bár valóban ott is, mivel nem nagyon használom a hétköznapokban, eleinte a kiejtésem sem volt olyan tiszta, illetve passzív szóval sem volt, de már eltűnt. Sőt, a karantén elején egyébként azon lepődtem meg, mikor elkezdtem nem használni újra az angolt és a spanyolt, akkor egyszer csak meglepődtem, hogy jött egy magyar gondolat a fejembe. Mert hogy az előző pár hónapban tényleg angolul vagy spanyolul gondolkoztam, mivel csak angol vagy spanyolul beszéltem, néha mondjuk ezt a szüleimmel magyarul telefonon. Úgyhogy a belerázódásba angolból semmi bajom nem volt, viszont a spanyol az már egy kicsit nehezebb, keményebb dió volt, ugyanis ez a második nyelvem. Viszont úgy érzem, hogy abból is rengeteget fejlődtem, és úgy tanultam, mint egy kisgyerek, hallás után nagyon érdekes volt.
És te személy szerint egyébként hogyan élted meg ezt az egész átállást, így ezt a bezártságot, ami ott volt? Hú, eleinte nagyon-nagyon-nagyon nehezen, de azt tudtam, hogy nem szeretnék hazajönni. Abban biztos voltam, hogy maradni szeretnék, hogyha már valamiben belekezdtem, akkor a székhez is szeretném vinni. Viszont eleinte nehéz volt, és sokszor szenvedtem, mert nem tudtam hova tenni a történteket, nem eldönteni, hogy... De hát eddig azt mondták, hogy ez nem komoly, aztán hirtelen bezártak minket, és nagyon szigorú szabályokat hoztak. És felvettél valamilyen új szokást, amióta ott vagy? Ezt egyébként nagyon nehéz megmondani, mert ugye ez olyan, mint amikor változik az ember, és nem feltétlenül vesz észre, hogy változunk. Abban biztos vagyok, hogy változtam. Például sokkal nyugodtabb személyiség lettem, mint voltam. Ez lehet, hogy köszönhető a spanyolok mentalitásának is, mert eleinte rengetegszer volt olyan, hogy nem is aggódtam, nem is stresszeltem, csak valamit megkérdőjeleztem. És rögtön mondták, hogy tranquila, tranquila, ami azt jelenti, hogy nyugi, nyugi. Úgyhogy ők sokkal nyugodtabb nép, és sokkal kevésbé stresszelek dolgokon. Úgyhogy talán ebben változtam, aztán majd a többi kiderül, de biztos vagyok benne, hogy igen, változott a személyiségem, aztán nem fél évben. Számodra mi volt a legnehezebb a bezártságban? Az, hogy annyi impulzus élt az első két napban, illetve annyiszor találkoztam a barátaimmal, tényleg majdnem minden nap iskola után mondjuk beültünk, meginnünk egy sört, vagy egy kávét. Minden hétvégén, minden pénteken mentünk bulizni, akár házi buliról volt szó, vagy akár egy klubról, de egyszerűen nagyon nehéz volt feldolgozni, hogy nem találkozhatok az emberekkel. De egyszerűen tényleg hozzászoktam, hogy folyamatosan együtt vagyok a barátaimmal, mert ugye minden egyes pillanatot ki szerettünk volna az Erasmusunkból élvezni, mert tényleg egy csodálatos dolog, és nagyon gyorsan telik az idő, mikor itt van az ember. Ez volt a legnehezebb, hogy hirtelen elszakítottak tőlük. Akkor ezek szerint egyébként nem is akartál volna hazajönni, ugye azt mondtad, hogy végig akartad csinálni ezt az Erasmus programot úgy teljes mértékben. Szüleid mit mondtak erre, hogy nem hívtak haza, hogy amikor esetleg volt rá lehetőséged? Nem. De nem azért, mert nem féltettek. Igenis féltettek a kapat például, hogy mondta, hogy anyának inkább ne beszéljek arról, amit éppen akkor értek. Szóval aggódtak eléggé, viszont azt mondták, hogy ez én döntésem, és hogy bárhogy is tudok számítani benne, hogyha maradok, akkor abban támogatnak, hogyha megyek, akkor abban fognak támogatni, de igazából apa olyan szinten támogatta a döntésemet, hogy még jó ötletnek is tartsak, hogy maradjak, mert amint van lehetőségem kimenni, akkor újra élvezhetem egy kicsit spanyol közeget. Szerintem egyébként jól döntöttem, mert ez az elmúlt két hónap, a bezárt két hónap is nagyon sokat változtatott rajtam. Másképp, mint az első kettő, de végül is ezt a két hónap is magam együtt töltöttem el egyedül külföldön, és másféle tapasztalatokat került szereznem. Ha arra vagyunk kíváncsiak, milyen karanténban vagy teljes kijárási tilalomban élni, nem is kell olyan messzire utaznunk. Juhász Kriszti a határ túloldalán Vajdaságban volt, amikor a szerb kormány meghozta maga nagyon szigorú szabályait a járvány terjedésének lassítása érdekében. Ő festéssel és sütemények készítésével töltötte idejét. Március elején néhány barátommal együtt kiutaztunk Svédországba, illetve Dániába, ugyanis egyikőjük az olcsó utazás témájában forgatta a szakdolgozati filmjét, majd miután hazatértünk, úgy döntöttem, hogy hazalátogatok Szerbiába a családhoz egy hétvégére. Én 13-án érkeztem haza, és akkor ezután kezdtek feszültebbé válni a helyzetet, és hétfőtől, aki visszautazott Magyarországra, már két hetes karanténba kellett, hogy vonuljon, úgyhogy ennek fényében én úgy döntöttem, hogy biztonságosabb itthon maradni a családdal. És tulajdonképpen azóta is itthon vagyok, nem tudok Magyarországra bejutni. A legnagyobb problémát számomra az okozta, hogy az összes dolgom Szegeden maradt, tehát ugye én csak egy hétvégi kiruccanást terveztem, utána gondoltam ugye visszamenni Szegedre, mivel ott élek, ott van a munkám, az egyetem,
és hát igazából így a dolgaim nélkül maradtam, a ruháim nélkül maradtam, szakdolgozati jegyzeteim nélkül maradtam, könyvek nélkül maradtam, úgyhogy egy kicsit problémás volt megoldani ezt a helyzetet. Szerencsés helyzetben vagyok, ugyanis a munkám végezhető home office-ból is, illetve a Szegedi Tudományegyetem végzős hallgató vagyok, kevés órával, úgyhogy nekünk az online oktatás egész jól ment, viszont tapasztaltam a környezetemben, hogy nem mindenki van ilyen szerencsés helyzetben. Szerbiában a koronavírus helyzetet elég komolyan vették. Minden nap 3 órakor volt az operatív törzsnek sajtótájékoztatója, ahol elmondták az elmúlt 24 órában történt fertőzéseket, illetve haláleseteket, illetve minden ilyen statisztikai adatot, amit úgy érzem, hogy a lakosok számára bizonyos mértékben biztonsági érzetet adott. Itt Szerbiában kijárási tilalom is volt, amelyet a 2 hónap alatt csökkentettek, majd végül teljesen eltöröltek, viszont gyakori volt az is, hogy egész hétvégén kijárási tilalom volt, tehát nem hagyhattuk el a házunkat, a lakásunkat, és ezáltal én azt vettem észre, hogy nagyon sok mindenki talált magának új hobbit is, köztük én is. Nagyon sok volt ahhoz, hogy az ember ne hasznosan töltse el, úgyhogy én is új tevékenységek után néztem. Soha nem gondoltam volna, hogy én egyszer festeni fogok. Van Gogh a kedvenc festőm már évek óta, és az említett svédországi dániai kiruccanásunk során volt alkalmunk a Göteborgi Múzeumban megtekinteni egy Van Gogh alkotást, így adta számomra magát a dolog, hogy akkor egy Van Gogh festményt fogok itthon reprodukálni. Ez a Starry Night volt az egyik leghíresebb Van Gogh festmény, úgyhogy ezt próbáltam YouTube videók segítségével itthon újra alkotni. Hát nem lett az igazi, de igazából új skillre tettem szert ezáltal, én úgy érzem. Sokat kreatívkodtam a konyhában is, ugye mivel más nagyon nem lehetett itthon csinálni. Sok új süteményt, illetve receptet próbáltam ki, és már régóta gondolkodtam azon, hogy indítok egy Instagram oldalt gasztronómia témában, és most volt időm is arra, hogy ezt megvalósítsam. Úgyhogy létrehoztam egy Instagram oldalt az általam elkészített gasztronómiai csodák számára, és azóta is igyekszem mindig frissíteni, új tartalmakkal feltölteni. Közeledjünk Szegedhez. Megyesi Panka az egyetem bezárása után hazament Szentestre. Szerinte személyes kapcsolatainkra volt a legnagyobb hatással a kijárási korlátozás. Panka számos praktikát fejlesztett ki, hogy kapcsolatban maradhasson barátaival. Panka vagyok, de ez majd úgyis ki lesz ideírva. És most szeretném nektek elmesélni, hogy nekem hogyan telt ez az elmúlt 2 hónapom itthon a karanténban, úgyhogy tartsatok velem egy kis élménybeszámolóra. Ugye mostanában általában úgy kezdődnek a beszélgetések, hogy mesélj, hogyan telt az elmúlt 2 hónap, hogyan bírtad a karantént. Hát én egészen őszinte leszek veletek, én borzasztóan. És ez leginkább
az elszigetelődés miatt volt, hiszen én egy nagyon társaság kedvelő embernek tartom magamat, aki akkor érzi magát igazán elemében, hogyha emberek veszik körül, ezért elég nehezen viseltem. Itt éltem az elmúlt 2 hónapban, ez a hely volt az iskola, a munkahely, ide jártam be tulajdonképpen, viszont egyszer az otthonom is volt, hiszen itt van a szobámban, ami normál esetben a pihenés, a kikapcsolódásnak a helyszíne, most viszont ez volt minden egyben. Mi a szaktársainkkal például bevezettünk egy rituálét. Minden pénteken leültünk a kis számítógépjeink elé, és online térben beszélgettünk, iszogattunk. Ez egy teljesen új élmény volt, hiszen azért az online térben való találkozás teljesen eltér attól, hogyha beültünk volna egy kocsmába, és ott találkoztunk volna. A legnagyobb különbség egyébként érdekes módon az, hogy amíg egy társaság jelen van, és személyesen összeül, addig ugye kialakulnak párhuzamos beszélgetések emberek között. Itt viszont egyszerre egy beszélgetés van, és mindenki arra figyel. És meglepően tapasztaltam, hogy sokkal nehezebb közbeszólni, sokkal nehezebb új témát felhozni, sokkal nehezebb érvényesülni, még sokszor nekem is, pedig általában nekem ezzel nem szokott problémám lenni, de tök érdekes volt ezt megtapasztalni, ez egy másfajta odafigyelés a másik emberre. Szerintem ebből a helyzetben nagyon sok tanulságot vonhatunk le, hiszen azért főleg így a fiatalok körében az okostelefon elég nagy változást hozott a társas kapcsolatokban. Megfigyelhető volt, és itt most saját magamról is beszélhetek, hogy hiába ültünk össze a barátaimmal, mindenki néha-néha azért a telefonját nézte, más emberrel beszélt, és nem a jelenben éltünk. Bízom abban, hogy ha majd nagyobb társaságban is össze lehet már ülni, akkor nem megint mindenki a telefonját fogja nézni, hanem értékelni fogjuk azokat, akikkel ott és akkor együtt lehetünk, és örülni annak, hogy végre nem a laptopon keresztül nézhetem a másik arcát. De most mi nevetsz? Most ezt mondd meg! Jól elnyugodtam! Végezetül én azzal a gondolattal búcsúznék, hogy ha valakinek esetleg nem úgy jött össze ez az időszak, ahogy szerette volna, és bűntudatot érez, mert nem tudott úgy odafigyelni a barátaira, vagy nem tudott annyira törődni a családjával, ahogy most azt gondolja, hogy elvárható lett volna, akkor senki ne érezze rosszul magát, mert ez egy annyira hirtelen jött, sokkoló szituáció volt, amire nem tudtunk felkészülni, de azt gondolom, hogy ha lett volna rá időnk, akkor sem tudtunk volna felkészülni rá, mert erre nem lehet. És ahol egyszerűen még az is nehéz volt sokszor, hogy saját magunkkal törődjünk, hogy saját magunkkal foglalkozzunk, és persze mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy segítsünk a rokonainknak, vagy a barátainknak, vagy egyszerűen csak fenntartsuk a kapcsolatot, de szerintem sokak érezték azt, hogy nincs erre lelki erejük. Úgyhogy én azzal a gondolattal búcsúznék, hogy élvezzük a szabadságot, de továbbra is vigyázzunk saját magunkra, illetve a környezetünkre is, tartsuk be a szabályokat annak érdekében, hogy a nyárból még kihozhassuk a maximumot. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Sziasztok! Volt, aki ezt az időszakot is munkával, mégpedig segítő munkával töltötte. Szabó Adrián a motiváció műhely gyakornokaként olyan gyerekekkel foglalkozik, akiknek a távoktatás nehezen elérhető. Mivel számukra kevés állami segítség érkezett, a civil szervezetekre nagy szükség volt ebben az időszakban.
Adri beszámolójából az is kiderül, hogyan tudták megoldani ezt a helyzetet. Sziasztok, Adri vagyok, az STL hallgatója és a Motiváció Műhely kommunikációs gyakornoka. Amikor éppen nincsen világjárvány, akkor hátrányos helyzetű gyerekeknek tartunk tanodai foglalkozásokat, és előadásokat is rendezünk oktatási témakörben. Most sajnos mi is otthoni munkára kényszerültünk, de rengeteg tennivalónk akad. A hátrányos helyzetű gyerekeknek és a családjaiknak most még nagyobb szükségük van a segítségünkre. Ebben a videóban három dologról fogok mesélni nektek. Először is arról, hogy hogyan érintette a szegény rétegeket a világjárvány, másodjára arról, hogy a mi szervezetünk mit tesz értük, és végül azt is megmutatom, hogy nekem, mint kommunikációs gyakornoknak mi a feladatom a home office-ban. A világjárvány és a veszélyhelyzet mindannyiunk életét megváltoztatta. Az iskolák online oktatásra álltak, és a legtöbb munkahely is távmunkára váltott. Vannak azonban olyan családok, ahol nincs sem internet hozzáférés, sem számítógép. Vagy ha éppen van egy számítógépük internet hozzáféréssel, akkor az egész családnak osztoznia kell rajta, így nem minden gyerek tud bekapcsolódni az oktatásba. Óvatos becslések szerint emiatt 35-40 ezer gyerek maradt ki a távoktatásból. Ezek a gyerekek nagy részben hátrányos helyzetűek, akiknek a világjárvány előtt sem voltak olyan lehetőségeik, mint a középosztálybeli társaiknak. A szülők legtöbbször alkalmi vagy kétkezi munkából éltek, ami most megszűnt, így a család eddig is rendszertelen jövedelme elapadt. A vírus azokat sodorta a legrosszabb helyzetbe, akik eddig is kiszolgáltatottak voltak és rossz körülmények között éltek. A veszélybe került családok az államtól és az önkormányzatoktól nem igen számíthattak segítségre, így jöttek a civilek, hogy megoldják a dolgot. Vagy legalábbis megpróbálják megoldani. Szervezetünk, a Motiváció Műhely, a veszélyhelyzet bejelentésekor távmunkára állt. Csak hogy a mi munkánk általában személyes jelenlétet igényel, így innovatívnak kellett lennünk. A meetingeket online tartjuk, és a gyerekek korepetálása és mentorálása is az interneten folytatódott, azokkal a gyerekekkel, akiket el tudtunk érni. Felvettük a kapcsolatot pár céggel és adománygyűjtő szervezettel is, hogy a gyermekeknek eszközt tudjunk biztosítani a tanuláshoz. Sok családnak a napi megélhetése is veszélybe került, így nekik élelmiszercsomagokat állítottunk össze és szállítottunk ki. A családok és a gyerekek védelmében az ügyesebb kezű kollégák szájmaszkokat voltak, és ezeket is elvitték nekik. Nekem sajnos haza kellett költöznöm Szegedről, így otthonról segítettem a motiváció munkáját. A kommunikációs tímmel nem maradtunk feladat nélkül. Fannival és Melindával főleg az 1% kampányon dolgoztunk, hiszen minden plusz forrásra szükségünk van. Facebook oldalunkon áprilisban az otthoni sportolást, májusban pedig az olvasást népszerűsítettük. Grafikákat és posztokat készítettünk az otthoni oktatásról és a higiéniai előírásokról, hogy tanodás gyermekeink és követőink képben legyenek az új információkkal. Én besegítettem tananyagok készítésében is, például pályaválasztási orientációs videókat vágtam össze a gyerekeknek. Emellett részt vettem online szemináriumokon is, hogy rengeteg új tudással térhessek vissza az irodába. És a veszélyhelyzet közepén még egy társasjátékot is kiadtunk. Csekkoljátok le a Facebook oldalunkon. A legtöbben szerencsések vagyunk, hiszen van mit ennünk és biztonságban vagyunk, de sok család ezt nem mondhatja el magáról. Mindenkinek azt javaslom, hogy támogassa a helyi civil szervezeteket. Egy megosztás vagy egy-egy konzerv is nagy segítség azoknak, akik a legkiszolgáltatottabb rétegeken segítenek. Tartsatok ki, és maradjatok pozitívak! Sziasztok! A karantén időszak elhúzódásával sokan a természetbe menekültek a négy fal bezártsága elől. A városok közelében lévő erdők és kirándulóhelyek sok látogatót vonzottak. Május 8-án, két hónapos kényszerszünet után Szeged legnagyobb látogatható parkja, az egyetemi fűvészkert is újra nyitott. Biztonsági intézkedések és sok látogató. Ezt tapasztaltuk, amikor ott jártunk. A Szegedi Tudományegyetem fűvészkertje 1922 óta a szegedi természetbarát lakosok, családok és fiatal botanikusok közkedvelt helye. A Kolozsvárról átterepülő egyetemmel együtt érkezett az igény, hogy legyen egy hely, ahol kutatni, oktatni, gyűjteményt építeni lehet. A várostól kapott 20 hektáros területen indult el a kert építése. Mára azonban már nem csak az oktatás, a kutatás, hanem a pihenés, a feltöltődés, a turizmus része is lett.
Nagyon szerencsések vagyunk, mert úgy tűnik, hogy az elmúlt 2 hónap alatt kiéheztek a látogatók a fűvészkertre. A múlt hétvégén több mint 500-an voltak nálunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy élnek a lehetőséggel. Bérletünk van, úgyhogy mi minden nap jövünk, meg kertszomszédok vagyunk, és itt nyírják a füvet. Éves kártyám van, úgyhogy én minden héten itt vagyok, minden új virágot látok kinyílni. Rendszeresen látogatjuk a fűvészkertet, még a gyermekeket itt is fényképeztettük annak. A koronavírus járvány miatt az újranyitást követően itt is új szabályokat kellett bevezetni. Ezért érdemes ezekről tájékozódni a látogatás előtt a fűvészkert honlapján. Az első, ami a legfontosabb, hogy megkérünk mindenkit, hogy a pénztárhoz kizárólag maszkban érkezzenek. Itt a látogatói mosdókat is úgy használják, és hogyha sokan összeszaladnának, akkor mindenképp tartsák be a 1,5 méteres távolságot egymás között. Most még egyelőre a zárt üvegházainkat mi is zárva tartjuk, tehát a trópusi üvegházunk és a kaktuszház nem látogatható, viszont a mediterrán üvegházba már bemehet bárki. A verőfényes pénteki látogatásunk idején valóban beigazolódtak az igazgatónő szavai, hogy mennyire kiéheztek a látogatók a kert csodáira. Az az igazság, hogy mindegyik rész tetszik nekünk, mindegyik másért. Talán a legjobban azt tetszik, hogy kitolták a nyitvatartási időt 1 órával tovább, és hát ugye nyáron a hőség miatt, meg ugye a munkaidejének lejárta, végezte véget. Ilyenkor vannak a legtöbben. A gyermekek számára ez egy igazi mesebeli hely, ahol csak a természet hangjai veszik őket körül, a város zajától elszigetelve. Rengeteg színes növény, aranyos kis állatok. Egy egészen különleges környezet számukra, és abból, amit tapasztaltam és láttam rajtuk, egyértelműen izgalmas is. Jászmin is lelkesen bólogatott, mikor arról kérdeztem, jól érzi-e itt magát. Elmeséld nekem, hogy kivel vagy mai? Anyával. Szuper, köszönöm szépen. Nagyon aranyos, van neki is neve? Nekem az összes plüssömnek van. És mi a neve? Gyerekek, ebből az egész bezárás, kinyitásból szerencsére keveset vesznek észre. Még mi felnőttek is attól függ, hogy hol vészeljük át. Minden esetre a fűvészkert jellegzetesen olyan helyszín, ahova nem elég virtuálisan elvonulni. Volt olyan látogató is, aki hobbiának szentelt időt ezen a napon, és ezért látogatott ki. Egyedül elmélyülten fényképezte a színpompás virágokat. Neki ez az igazi kikapcsolódás és felfrissülés. Amíg a kert zárva tartott, minden egyes nap más-más mezőre járt, hogy virágokat fotózhasson. Imádok fotózni, másodszor süt a nap, ilyenkor jók a képek, jók a kontrasztok. A kert igazgatója eddigi munkájának elismeréséül március 15-én állami kitüntetésben részesült. A bronz érdemkereszt polgári tagozatának kitüntetését vehette át Áder János köztársasági elnöktől. Az a helyzet, mivel az én munkám az egyben a hobbim is, ezért nem is nagyon tekintek erre munkaként, még a buktatók, a nehézségek ellenére is mindennapját nagyon élvezem, úgyhogy nem nagyon gondolkodtam azon, hogy milyen befektetéssel jár ez a hivatás, viszont azt nagyon nagy örömmel veszem, hogy nem csak az én, de a kollégáim munkáját is elismerték ezzel. Úgy szoktam fogalmazni, hogy a botanika és a botanikus kertek ügyét méltatták ezzel a kitüntetéssel, úgyhogy nagyon örülök neki. Végezetül annyi maradt hátra, hogy személyes tapasztalatom alapján elmondjam, mindenkit buzdítok arra, hogy az előírt szabályok betartása mellett látogasson el a szegedi fűvészkertbe. Akár egy romantikus séta a párunkkal, akár egy családi nap a gyermekekkel, akár a hobbinknak való hódolásról legyen szó, itt mindenki megtalálja majd, amit keres. Ha minden jól megy, 1 hónap múlva ismét jelentkezünk új adással. Nézzétek meg adásunkat a YouTube-on is, kövessétek az Instánkat és a Facebook oldalunkat, de legfőképpen vigyázzatok magatokra. Sziasztok!